Jó estét kívánok! A mai előadás rendkívüli érdekes lesz. Az iszlámról van szó, az ellentétek, az iszlám és a kereszténység között. Kezdetén 1400 évvel ezelőtt, amikor felbukkant az iszlám, ellentétben áll a kereszténységgel. Ennek ellentétnek van gyakorlati része és elméleti része. Vajon hogyan nyilvánul meg ez az ellentét a két vallás között? Előjáróban szeretnék hívni a figyelmet, hogy az iszlám, a jelenlegi iszlám, ez nem vallás. Mi szoktunk mondani róla vallás átvétel értelemben, de igaziból az iszlám ez politikai ideológia. Nem több, és elég veszélyes, és elég agresszív politikai ideológia. Ezzel kezdünk, hogy ezek az elméleti ellentétek a kereszténység és az iszlám között, mi ezek az ellentétek? Fogunk kezdeni, hogy 17 versig fogunk mondani néhány axióma arról az ellentétekről. 17 versig fognak tartani, és ezt hiszem, ez a 17 vers ez lesz elég értékesebb, és elég érdekesebb 17 vers ebben az előadásban. És állítom, hogy ez a 17 vers szellemileg mindenki, aki fog hallani ezt a előadást, vagy aki hallja most ezt a előadást, ez a 17 vers elég értékesebb 17 vers lesz. Íme az ellentétek, az elméleti ellentétek a kereszténység és az iszlám között axiomákban. A kereszténység ezt mondja, hagyj, hogy a halottak temessék el a halottaikat. Az iszlám ezt mondja, hagyj, hogy a halottak folytassák az álmaikat. A kereszténység ezt mondja, memento mori, emlékezz a halálra. Az iszlám ezt mondja, a halál a felejtésről gondoskodik. A kereszténység ezt mondja, a lét a mennyek útja. Az iszlám ezt mondja, a lét szerencsétlenség, rém álom. A kereszténység ezt mondja, sic transit gloria mundi, így múlik el a világ dicsősége. Az iszlám ezt mondja, így múlik el
ami nem volt. A kereszténység ezt mondja, nil novum sub sola, nincs új a nap alatt. Az iszlám ezt mondja, az új megnyilvánulása titokban zajlik. A kereszténység ezt mondja, Isten feláldozta egyetlen fiát, mi értünk. Az iszlám ezt mondja, a feltámadás megkérdőjelezi az áldozatot. A kereszténység ezt mondja, az Úr betölti a szádat nevetéssel. Az iszlám ezt mondja, a nevetés megöli a szívedet. A kereszténység ezt mondja, minden lemondás kis halál. Az iszlám ezt mondja, minden lemondás kis szabadság. A kereszténység ezt mondja, az Úr adta, az Úr elvette. Az iszlám ezt mondja, csak a kalmárok tesznek így. A kereszténység ezt mondja, légy tökéletes, miként az Úr a mennyekben. Az iszlám ezt mondja, a tökéletesség a bolondok álma. A kereszténység ezt mondja, aki hozzám jön, az az én gyermekem. Az iszlám ezt mondja, a hozzám vezető út megtévesztő. A kereszténység ezt mondja, gyertek hozzám, akik megfáradtak, és megvonnak terhelve, és én megnyugtatlak benneteket. Az iszlám ezt mondja, csak a halál mondhatja ezt. A kereszténység ezt mondja, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az iszlám ezt mondja, de hol kezdődik a Fiú, és hol kezdődik a Szentlélek. A kereszténység ezt mondja, szeresd az ellenséged. Az iszlám ezt mondja, ha szeretem, akkor miért így nevezem? A kereszténység ezt mondja, adni és elfelejteni. Az iszlám ezt mondja, a felejtés az emlékezés vágya. A kereszténység ezt mondja, ne vigy minket a kísértésbe. Az iszlám ezt mondja, a kísértés az Isten rejtett neve. A kereszténység ezt mondja, légy egyenes, mint a mennyek útja. Az iszlám ezt mondja, minden görbe, csak a bűn egyenes. A kereszténység ezt mondja, választ
az Istent, semmi mást. Az iszlám ezt mondja, a választás e tévedések forrása, a választás a sátánhoz vezet. A kereszténység ezt mondja, a szenvedés, a tévedések ára. Az iszlám ezt mondja, a szenvedés álcázott kegyelem. A kereszténység ezt mondja, a legmagasabb érték, a szeretet és a megbocsájtás. Az iszlám ezt mondja, a legmagasabb érték az igazságosság. A kereszténység ezt mondja, a születés olyan esemény, amelyet a halál megszüntett. Az iszlám ezt mondja, a születés olyan álom, amelyet a halál felébreszt. A kereszténység ezt mondja, mindjárt megholsz. Az iszlám ezt mondja, mindjárt felébredsz. A kereszténység ezt mondja, boldogok, a békességre igyekszök. Az iszlám ezt mondja, zsihád, zsihád. A kereszténység ezt mondja, Isten gyermekei vagyunk. Az iszlám ezt mondja, Isten rabszolgái vagyunk. Ábídullah. A kereszténység ezt mondja, enyém a szent háromság. Az iszlám ezt mondja, enyém a szent gyűlölet, al-karahiyya al-muqaddasa. A kereszténység ezt mondja, hiszek, mert lehetetlen, credo quia absurdum. Az iszlám ezt mondja, az abszurditás megsemmisíti a hitet. A kereszténység ezt mondja, Isten végtelenül szép. Isten végtelenül szép. Az iszlám ezt mondja, ami szép, ez nem igaz. A kereszténység ezt mondja, keresd az Istent, keresd az Istent. Az iszlám ezt mondja, óvakodj az Istentól, óvakodj, al-muntaqim, al-muntaqim. A kereszténység ezt mondja, a halál felül írja az életet, de nem győzi le. Az iszlám ezt mondja, az élet és a halál nem fognak össze. A kereszténység ezt mondja, legyen világosság, legyen világosság. Az iszlám ezt mondja, a fény megvakítja a lelket, a sötétségben megnyílik a lélek kapuja. A kereszténység ezt mondja, Isten
teremtette világot. Isten teremtette világot. Az iszlám ezt mondja, Isten birtokolja világot. Málikul kaun. Málikul kaun. A kereszténység ezt mondja, hirdessétek az igét, hirdessétek az igét. Az iszlám ezt mondja, emeljétek fel a kardot. A kereszténység ezt mondja, minden elmúlik, minden véget ér. Az iszlám ezt mondja, ami véget ér, semmi értelme. A kereszténység ezt mondja, mors omnia solvit, a halál mindent megold. Az iszlám ezt mondja, a halál fölöslegesen fáradozik. A kereszténység ezt mondja, Isten hozzád szól, még mindig hozzád szól. Az iszlám ezt mondja, utánam Isten elnémul. A kereszténység ezt mondja, létezni ennit jelent, mint ellent mondani. Az iszlám ezt mondja, a létezés, az ellenmondás feloldódik a létezésben. A kereszténység ezt mondja, Isten megváltotta a világot. Isten megváltotta a világot. Az iszlám ezt mondja, a megváltás Isten meghasadása. A megváltás Isten káromlása. A kereszténység ezt mondja, itteni létünk ideigleges. Itteni létünk ideigleges. Az iszlám ezt mondja, itteni létünk nem történt. Illusion. A kereszténység ezt mondja, a legfontosabb motívum hogyan? Az iszlám ezt mondja, a legfontosabb motívum miért? A kereszténység ezt mondja, csak ez a miénk, amit elvesztettünk. Az iszlám ezt mondja, amit el lehet veszíteni, ez soha nem volt a miénk. A kereszténység ezt mondja, én vagyok a legjobb, én vagyok a legjobb. Az iszlám ezt mondja, én vagyok a legjobb, és a másik rossz. A kereszténység ezt mondja, és. Az iszlám ezt mondja, vagy. A kereszténység ezt mondja, Isten létezik, Isten létezik. Az iszlám ezt mondja, Isten nem létezik, Isten maga a lét.
a kereszténység ezt mondja, ami nem lényeges, ez nem igaz. Az iszlám ezt mondja, az igaz felülmúlja a lényeget és a lényegtelent. A kereszténység ezt mondja, a lét utánozza magát a létezőben, és viszont az iszlám ezt mondja, amit lehet utánozni, ez nem létezik. A kereszténység ezt mondja, a világ gonosz, az élet a síralom völgy. Az iszlám ezt mondja, a világ se gonosz, se jóságos, az élet se szép, se sunya, a világ világ, az élet élet. A kereszténység ezt mondja, Isten benned van, Isten benned van. Az iszlám ezt mondja, ami benned van, te nem láthatod. Ami benned van, te nem láthatod. A kereszténység ezt mondja, a dolgot meghatározza, miből áll össze. Az iszlám ezt mondja, a dolgot meghatározza, miből jött létre. A kereszténység ezt mondja, az igazi kérdés nincs rá válasz. Az iszlám ezt mondja, a kérdés, ami nincs rá válasz, ez nem kérdés. A kereszténység ezt mondja, Isten keze lesújt a gonoszokra, Isten keze lesújt a gonoszokra. Az iszlám ezt mondja, gonosz emberek nincsenek, gonosz gondolatok vannak. A kereszténység ezt mondja, és bocsásd meg vétkeinket, mélyében mi is megbocsájtunk. Az iszlám ezt mondja, a megbocsájtás mindig, mindig igazságtalan. Én a legszívesebben ezek után csendben maradok. Ezek a axiomák, ez a néhány papír, ez a néhány papír, ez 50 év munka. 50 év munka. Minden mondat, ami benne több száz könyvet jelent. És valóban, ha valaki hallja ezeket az axiomákat, fog gondolni, hogy az iszlám sokat mélyebb, mint a kereszténység. És jobb, mint a kereszténység. Én honnan fogok áttérni az iszlámra? De valóban nem így van. Az iszlám, ami ebben az axiomákban
ez súfosan megbukott. Élt 13 éve, és utána eltűnt. És keletkezett helyette más iszlám, ami tartott 1400 éve, és mai napig tart. Teljesen más iszlám. Az előző előadásomban, ha valaki látja YouTube-on, akkor fog látni, hogy hosszasan magyaráztam, mi történt 620-ben, amikor Muhammad emigrált Mekkából Medinába, és 180 fordulatot csinált, és teljesen kezdett mást mondani, és mást csinálni. És nem szeretnék ismételni magamat. És inkább szeretnék most beszélni arról, miért a jelenlegi iszlám rendkívüli veszélyes. Veszélyes az európai kultúrára, veszélyes a kereszténységre. Tudni illik, az iszlám, mint vallás, nem ismeri a másságot. És Muhammad véleménye szerint és a Korán szerint, aki nem hajlandó muzulmán lenni, aki nem áttér az iszlámra, ez Isten tagadó, és ebben az esetben vár rá két dolog. Fizessen a jizyát, ez a fej adott, vagy a halál. Vagyis a jelenlegi terrorizmus, mint jelenség, ez kizárólag iszlám jelenség. Az európaiak sajnos szoktak hazudni, és szoktak hajtogatni, amikor felrobbantanak itt, ott, amott, hogy az iszlám ártatlan, az iszlám semmi köze. Ez bizonyos emberek, fanatisták, szélsőségesek, és nem képviselnek az iszlámot, hanem észszerűen kihasználnak az iszlámot. Ez nem igaz. Hanem fordítva van, az iszlám kihasználja őket. El jihad, ez a szent háború, mint fogalom, az alapfogalom az iszlámban. Alapfogalom. 1983-ban, amikor csináltam első doktorátusom, akkor linguisztikból csináltam. És próbáltam felfedezni, milyen motívumok szoktak ismétlődni a Koránban, ez a muzulmán biblia, és a keresztény bibliában. És az eredményi megdöbbentő. Fogok említeni önöknek néhány dolgot, illetve néhány motívumot, amit felfedeztem. Például, hogy a Bibliában, a keresztény Bibliában, és konkrétan a négy evangéliumban, az a szó, al-mahabba, a szeretet, 480-szor ismétlődik. Szeres, szeres, szeres,
Szeress fel a barátod, mint a magadat. Szeress az ellenséget. Szeress, szeress. Ismétlődik állandóan. Állandóan. Szembe vele a muzulmán Biblia, a Korán, mit gondoljátok? Hányszor ismétlődik az a szó, al-mahabba, a szeretet? Hányszor? 10, 2, 10, 20, na? 2. 10 sem. 10 sem. Helyette más szó, qital, harc. Az a szó ismétlődik a muzulmán Bibliában 1500-szor. Qital, harc. És mondom még valami nagyon érdekes. És figyeljetek. Megölni valakit arabul, ez jelent katele. Harcolni valaki ellen, ez jelent kitel. Figyeltek, hogy ugyanaz a gyöker, a két szónak, katele, megölni valakit, kitel, harcolni valaki ellen. És ez rendkívül érdekes. Egyetlen modern nyelv, ahol ez a összekapcsolás van. Ez mit jelent? Ez jelent az arab nyelvben, és ez a Koránban nagyon világos, hogy harcolni valaki ellen, feltétlenül ez jelent, hogy meg kell ölni. Vele szemben a modern európai nyelv nincs így. Megölni valakit más jelent, vagy más gyökere van a szónak, mint harcolni valaki ellen. Mondom önöknek, angolul gondolom, hogy a legtöbb ember, aki itt tartozik, tud angolul. Megölni valakit angolul, kill, killing. Igaz? Harcolni valaki ellen, fight, fighting. Igaz? Két különböző szó. Igaz? Teljesen két különböző szó. Vagyis az angol gondolkodásban, illetve az európai gondolkodásban magyarul is, megölni valakit, sarcolni valaki ellen, ez két szó, két különböző gyökerű szó. Ez jelent az európai gondolkodásban, ez nem feltétlenül harcolni valaki ellen, ez nem feltétlenül ezt jelent, hogy meg kell ölni ezt a valakit, igaz? Ez nem feltétlenül, de az iszlámban és az arab nyelvben ez feltétlenül jelent. És ez, mint a gondolkodó, ez teljesen volt új. Ezért az orientalisták általában nem tudnak jól arabul, és hamisítanak. És az átlag európai ember, amikor olvassa, hát sokszor hamis információkat hoz jött. A lényeg, ez egyik példa. A második példa, hogy általában az orientalisták, amikor szoktak védeni az iszlámot, amikor szoktunk mondani az iszlám, agresszív, és a hódítás és a terjeszkedés kezdetén ő módszere, az iszlám nem ismeri a misszionárius fogalmat,
Szoktak mondani, nem, hát kérem. Szoktunk mondani, az iszlám Mohammed 10 év alatt Medinában, amikor emigrált Medinában, 10 év alatt 83, azaz 83 háborúban vette részt. És ez mind-mind támadó háborúk voltak. Nem védelmi háborúk? Nem. Akkor a orientalisták szoktak mondani, nem, ezek védelmi háborúk, hiszen ez új vallás, védekezik, sok az ellensége, stb. Na most a nyelvi linguisztik szempontból a következő felfedezte, hogy Muhammad maga őszinte volt, legalább úgy tisztességes volt. Nem nevezte ezeket a háborúkat, nem nevezte csaták, vagy háborúk, vagy ötközetek, hanem mit nevezte? Nagyon sokat mondó szó. Gezevet, arabul gezevet, ez jelent hódítások. Hódítás. Vagyis ő tisztában volt ezzel, hogy ezek nem védelmi háborúk. Ha nézzünk a térképet, hogyan terjeszkedett az iszlámot, az iszlám nem ismeri a misszionárius fogalmat, nem mint a kereszténység, az iszlám karddal terjeszkedett. És ez terv, hogy terjeszkedjen mindenhol. És minden muzulmán szent feladata terjeszteni az iszlámot, és terjeszteni az iszlám értékeit. És ezt tesznek most. Jönnek Európába, mint immigránsok, és igyekeznek erőltetni az iszlám értékeit, az európaiakra, bizonyára mindenki látja, senki nem tud tagadni ezt a jelenséget, hogy amikor muzulmán fiatal ember idejön, első dolog csinálja, összeházasodik magyar lányjal, és összeházasodik vele, és rögtön átírítja az iszlámra. És teszi rajta ezt a sátrat, és nem érdekel neki. Nem érdekel neki, hogy ez a lány más környezetből jött, más kultúrája van. Nem érdekel neki, hogy ez a uniform, ez nem ide való, és ez a uniform nem illeszkedik ebben a kultúrában, a keresztény kultúrában. Nem érdekel. A lényeg, hogy muzulmán legyen. És teszi rajta. Összehasonlítottam, és arról beszéltem sokszor, hogy például a más nemzetiségű emberek, akik jönnak Európában, bevándorolnak és letelepednek. Mit csinál? A kínai például. Kínaiak, sok kínaiak jönnek. A kínai ide jön, akar gazdagodni, akar kereskedni, akar ügyeskedni, és semmi más nem érdekel. Igaz? A muzulmán ide jön, át akar teríteni téged az iszlámra. És át akar elültetni rád az ő értékei és ő mentalitása. És mivel az iszlám nem ismeri a másságot, nem ismeri is, hanem vagy, Vorobály igyekszik busztítani a keresztény, hát a keresztény vallás a muzulmánok számára, mivel a keresztények mondanak, hogy Jézus az Isten fia,
Jézus az Isten, a keresztény ember és a kereszténység a muzulmánok számára, számunkra, ez káromlás, ez kell pusztítani. Ez meg kell semmisíteni. És ez a megsemmisítés mai napig zajlik. Szemünk láttására és európaiak segítenek ebben. Európaiak, keresztények. Keresztények. Szégyen gyalázat. Keresztények segítenek ebben. És hadd mondjon valamit. Nyilvánosságnak, én, mint muzulmán filozofus. Ha összehasonlítunk az iszlám és a kereszténység szellemileg, a kereszténység magasabb rangú, mint az iszlám. Ez tény. És aki mondja nektek ezt a tényt, muzulmán, aki jól 50 év keresztül tanulmányozta az iszlámot és a kereszténységet. Ebben nem lehet vitatkozni. Szellemileg a kereszténység magasabb rangú, mint az iszlám. És mégis a kereszténység értékei elbusztulnak. Mi lesz helyette? Az iszlám. Én éltem hosszú ideig Angliában, Londonban. És utolsó évben, amikor éltem, akkor néztünk utána, hány angol, fehér, keresztény, aki áttért az iszlámra. És néztünk 40 év táblatában, hány angol, fehér, keresztény áttért az iszlámra. 18 000, 40 év alatt áttért az iszlámra. És néztünk, hogy fordítva, hány muzulmán ebben a időben áttért a kereszténységre. Mit gondoljátok, hány? Nem. Heten. Heten. Vajon miért? Ez nagyon érdekes motívum, amit szeretnék beszélni önökkel. Vajon miért a sok fiatal keresztény áttér az iszlámra, közben nagyon kevés, ritkán, hogy muzulmán áttér a kereszténységre? Nagyon ritka. Mint a fehér holló, hogy egy muzulmán áttér a kereszténységre. Ennek ellenére ismétlem, ennek ellenére, hogy a kereszténység, mint értékrend, és mint szellemi tartalék magasabb rangú, mint az iszlám. Mondom miért. Ezzel foglalkoztam hosszú ideig. Először is, miért nem térnek át a muzulmánok a kereszténységre? Ott van nagyon érdekes és felháborító motívum az iszlámban, amelyet a keresztényeket nem ismernek. Hogy aki született muzulmán, nem szabad neki áttérni más vallásra, nem szabad, szigorúan tilos.
És ha áttér más vallásra, úgy nevezünk morted. Ez jelent Isten tagadó, és meg kell ölni. Ez jelent, ha muzulmán áttér az kereszténységre, akkor szabad megölni büntetés nélkül. Ez egyik ok ennek. A második, hogy természetesen a muzulmánok ritkán található muzulmán, aki tud valamit a kereszténységről. Ritka. Semmit nem tudnak. Semmit. Szinte semmit a kereszténységről. Miért? Ezért ott, ahol van iszlám, van diktatúra. És van egy hang, csak egy hang, az iszlám. Mesvallás nem szabad mesvallásnak, hogy mutatta a hangját. Nem szabad. Hát itt Európa kellős közepén ez is szégyen gyalázat. Építenek nekik meccseket, iszlám központokat. És szaborodnak a meccsek és a iszlám központunk, mint a gomba. És amikor kérdezel, hogy miért? Mondják, hát kérem, volna szabadság van, nekik jó. Jó, rendben. Tessék menni az iszlám világba. Tessék menni hirdetni az igét. Fényes nappal megölnek téged. Ez tény. Aki ebben vitatkozik, akkor hazudozó. Hazudozó vagy tudatlan. Fényes nappal megölnek téged. Egyiptomban ott vannak ősi keresztények, a koptok. Egyiptom, ahonnan jöttem, ahol élek, a lakosság 80 millió. Ebből 8 millió keresztények, koptok, ősi keresztények. Ők a ősi keresztények. 1700 éve keresztények. 8 millió. A lakosság 10%. És naponta gyilkosságok történnek a koptok ellen. És én személyesen voltam szemtanú Dél-Egyiptomban, és a véletlennek köszönhető. Így nem holtam meg. Jártam utcán, és emberek járnak. Dél-Egyiptomban egyébként a legtöbb keresztény tömegek, ott Dél-Egyiptomban Luxor, Aszuán, Aszjút, Dél-Egyiptom. Ezért ez a rész távol Kairótól, a fővárostól. És nem tudtak a muzulmánok, amikor hódítottak Egyiptomot 1400 évvel ezelőtt, nem tudtak tovább menni oda 1500 kilométer. Ezért ez a rész maradt tiszta, és maradtak a keresztényekben. Na, a lényeg, ott vannak a keresztény többségük. És ott voltam, Aszjútban, és mentem utcán. És mellettem, előttem, mögöttem mennek az emberek, keresztények, gyerekek, nők, hát emberek járkálnak utcán. És hátunk mögött fegyveres gyerek automatik boskával tolálomra belelőtt a tömegbe. Hát aki mellettem, vagy előttem, előttem és mellettem. Ez megölt. Véletlennek köszönhet, hogy nem haltam meg. Akkor meghalt,
megölt 4 gyerek, 14 felnőtt, és kiderül, hogy ez a gyerek muzulmán. Muzulmán. És miért ölt ezeket az embereket? Semmit nem csinál. Csak ezért, hogy keresztény. Semmi más. Közöttük gyerek. Hát bizonyára mindenki, vagy néhányan hallottak, hogy december 11-én mi történt Kairóban, a Kopta katedráliában. Bementek egy gyerek, és körülötte a robbanó anyag, szokás szerint a jó iszlám szokás szerint, és bementek a nők és a gyerekek között, és felrobbantottak magukat. És ez mikor volt? Vasárnap Isten tisztelet közben. Isten tiszteletet közben. Emberek, akik bementek imádkozni, és íme közben jön neked valaki, és megöl téged. És ezzel szemben mondasz neki welcome, mint kedves Angela Merkel. By the way, Angela Merkel az nem politikus, az takarító néni. Angela Merkel az takarító néni. Dr. Rashwan Mohammed mond önöknek az takarító néni. Ez a hölgy, amikor beszél, akkor a kobasznak is felel a haja. És szoktam kérdezni magamtól, ez a hölgy, ez tényleg tudja, mit mond? Mondom önöknek. Ezzel kezdte, amikor ezek kezdtek jönnek tömegesen, hogy welcome, Isten hozott. Igaz? Mindenki látja, és mindenki hallotta. Egy évvel ezelőtt, welcome. Jó, jöttek tömegesen, másfél millió. Két hónap múlva rájött a ostoba, hogy ez hülyeség. Akkor megint utolalta más motivumot, más szót, hogy megoldjuk. Igaz? Megoldjuk. Akkor eltelt két-három hónap, és rájött, hogy nem így van, ez nem olyan. Úgy gondolja szegény, hogy ezek az emberek képzetlenek, akkor fogok tanítani őket, nem tudnak németül, fogunk tanítani őket németül, és kész. Nem! Ezek képviselnek más mentalitást, képviselnek más beidegződést, képviselnek más kultúra, amely ellenmond az európai kultúrának, az európai mentalitásnak. Te tudsz megoldani, hogy találsz neki munkát, de nem tudsz megoldani, hogy megváltoztatja a mentalitását, a beidegződését. Nem tudsz. De ez az Angela Merkel, ez a takarító néni. Utána még mindig nincs vége ennek a okos, fantasztikus hölgynek. Utána megoldjuk, két-három hónap eltelt, és kiderül, hogy nem tud megoldani. Jönnek, megerőszakolnak a nőket utcán, zaklatnak a nőket utcán, lopnak, nem akarnak tanulni németül, nem tudnak, elmenekülnek, és nem tudnak, hogy hol vannak, nem tud. Akkor utolsó nyilatkozata, mit mondott ez a hölgy? Mondta, hogy ha a béke beköszön Szíriában és Irakban, ahol háborúdult, ezek az emberek, akik letelepedtek Németországban, vissza fognak menni. Jó reggelt, nénikém! Jó reggelt! Ezek bődös életben nem fognak visszamenni. Ez a nő, ez hol él? Ez hol él? Ez
Dr. Rashwan Muhammad mond önöknek, ez takarító néni. Ezek büdös életben nem fognak venni. És aki mond ez elég nagyobb európai ország kancellárja. És valóban úgy néz ki, mint a takarító néni. Akkora feje van, mint a lavaskeri. Tudjátok, mi a lavaskeri? Vobar le fancé? Igen, mit jelent lavaskeri? Bontosan, köszönöm. Mint a lavaskeri. Nagyon értelmes feje van. A lényeg befolyása van. Elég nagyobb európai ország. Elég nagyobb gazdaság Európa van. És ő diktálja. És viszi minket a bokolba. A lényeg ez a különbség. Miközben mi mondjunk nekik, welcome, gyertek, hát nézel, mit csinálnak a keresztényekkel az arab világ és a muzulmán világban. Vajon miért, és szeretnék kérdezni akkor, miért a fiatal keresztények áttérnek az iszlámra? Vajon miért? Felfedeztem, hogy három motívum szokott ismétlődni ebben. A tudatlanság, az érdek és a harag. A tudatlanság. A fiatal keresztény nem tud jól megismerni és felismerni az iszlámot. Hiszen itt élt, itt nőtt fel, olvas egy könyvet, tetszik neki az iszlámot, tetszik neki, de nem látja a részleteket, nem látja ezt a mosok, ami benne, amit én látom, mint a muzulmán. Olvassa egy-két könyvet, és tetszik neki, hogy az iszlám a középkorban, az iszlám kultúra, az iszlám építészet, az iszlám filozófia, és tetszik neki. És közben nem ismeri jól a kereszténységet, nem igazi keresztény. Nem ismeri a kereszténység, és áttér az iszlámra, ez a tudatlanság. A második az érdek. Sok keresztény fiatal tolalja magát, tolalja számítását az iszlámba. Amikor áttér az iszlámra, a muzulmánok nagyon örülnek neki. És csinálnak belőle imámot, csinálnak belőle az iszlám közösség elnökat, mint Budapesten, van 9 iszlám közösség. Minden iszlám közösség van nekik elnök, aki keresztény, aki áttért az iszlámra, és kapnak támogatást, több 100 millió évente támogatást az iszlám országoktól, és arab ország, gazdag arab országoktól, Szaúd-Arábia, Kuwait, Arab Emirátustól. És találja, hogy ő, aki senki, befejezte mondjuk a szakiskolát, és itt nem találja munkát, akkor mondanak róla, hogy imám, kapott imám, és kap fizetést, és tiszteletet. Akkor miért nem? Az érdek. A harmadik a harag. Amikor Angliában voltam, akkor beszéltem több tanítványommal, aki áttért az iszlámra. Kíváncsi volt. Michael, miért áttértél az iszlámra? Ez a szörnyűség.
Ez szörnyűség. Én mondom neked, én aki muzulmán, mondom neked, ez szörnyűség, fiam. Miért áttértél az iszlámra? A válasz megdöbbentő volt. Először is, hogy a keresztény, és igaz a válasz, ennek ellenére, hogy megdöbbentő, igaz is. Például a gyerek mondta nekem, hogy az iszlám észszerű. Nincs benne dogmák, nehéz dogmák, érthetetlen dogmák, mint a kereszténység. Például a Szent Háromság dogmája, a feltámadás dogmája, a megváltás dogmája. Az a három a legfontosabb dogma, ami az atlag keresztény nem érti. És az iszlám kihasználja ezt. Az iszlám nincs benne Szent Háromság, nincs benne megváltás, nincs benne feltámadás. Ebben a formában, ahol a kereszténységben van. Észszerű, praktikus valami. Mohamed mindig mondta magáról, én születtem, összeházasodtam, nemzettem, és meghalok. Én nem vagyok Isten fia, én nem vagyok Isten. És ez az atlag ember számára, ez meggyőző. Hiszen nem tanult a filozófiát, hiszen Szent Háromság dogmája, ez neki nehéz. Nehéz, hogy Isten megtestesült egy ember testében. Ez nem tud felfogni. És hát Jézus utolsó szava a kereszten. Mit mondott? Mit mondott Jézus? Nem volt az utolsó mondat, pardon. Nem. Utolsó mondat. Istenem, miért te hagytad el engem? Igaz? Az utolsó mondatot. Akkor most ez a Jézus, ez a Isten. Ez a Isten, ez a kiáltás, ez a segítségkiáltás, akkor Jézus ebben a pillanatban Isten volt, vagy ember volt. Hát a kereszténység mond neked, ebben a pillanatban ő ember, ő nem Isten. Akkor a gyerek kérdezi engem, akkor tanár úr, hol kezdődik az Isten, és hol kezdődik az ember? Ez kérdés. Vagy a feltámadás. A feltámadás. Isten feltámasztotta Jézust. És mindenki tudja, mit mond a kereszténység. Akkor a gyerek kérdezi tőlem, hogy ha Isten feláldozta egyetlen fiat, akkor miért kell feltámasztani? Miért kell visszajátszani? Én tudok a választ, ezért tanultam filozófiát, és tanítom filozófiát, de az atlag ember nem tudja, belána a fiatal keresztény. És sajnos a keresztény egyházak ebben bűne óriási. Attól függetlenül milyen egyház. Amikor bementem sokszor Isten tiszteletre, katolik és református, bementem. Ellelkész nem mond semmi. Ugyanaz mondanak, és nem tud meggyőzni a fiatal. Pedig a egyház az a feladata, hogy meggyőzni a fiatalokat, és magyarázni nekik ezeket a motivumokat. De belána, hogy a kereszténység utolsó mencs vár, mondom nektek magyarok, és 50 éve mondom, és fogok mondani,
utolsó mencs vár a kereszténység az iszlámmel szemben. Ezek terjeszkednek, hódítanak és terjeszkednek. Európa jelenleg fekete kontinens. Mondom önöknek valami érdekeset. Én mindig érdekeset mondok. 1970 a muzulmánok bevándoroltak száma 300 ezer volt. Egész Európa területén. 300 ezer volt. 1970. 47 évvel ezelőtt. 300 ezer. A bevándoroltak nem Törökország, nem Albánia, nem Bosznia, stb. Hanem akik bevándoroltak. Tudjátok, jelenleg menni a számunk, a bevándoroltak száma Európában. Európa lakossága jelenleg 450 millió. Tudjátok, menni a muzulmánok száma? 150 millió. Nem. Ez tolzás, ez kicsit tolzás. Belgiumban 60%, Franciáknál 40%, Németeknél 30%. Nem. Az rossz adat. Ezért Franciaországban, mondom önnek, Franciaországban a muzulmánok száma 4,5 millió. A lakosság, Franciaország lakossága 69 millió. Ez nem 40% semmiféleképp. Na. Mindegy. A lényeg, ott van számháború. Ott van számháború minden nap, de a megbízható szám amerikai tanulmányban olvastam, és ezt hiszem ez a helyes szám. 72 millió. 72 millió. 1970, 300 ezer, 2015, nem 2017, az 2015. 72 millió. De olvastam most, egyik szintorom mondja 30 millió. És a másik mondta, hogy 40 millió. És más mondta, hogy 42 millió. Nem. A helyes szám, a pontos szám amerikai tanulmányban olvastam, és részletesen, és nagyon pontos, nagyon tárgyalagos, 72 millió. És szaborodnak. Hát nézzátok, atlak keresztény is olad, egy-két gyereke van. Atlak keresztény nő, 2-3 gyereket maximum szüli egész életét. A muzulmán nő 7 gyereket szül hetente. Kerülberül. A lényeg, és ehelyett, hogy ez ellen állunk, mondunk nemet, borúbálunk legalább kapaszkodni a kereszténységben, borúbálunk legalább mondani, hogy nem elég kell korlátozni a muzulmánok száma Európában. Kell korlátozni. Miért? Nem ezért, hogy ők mások, nem ezért, hogy ők idegenek. Én, aki ezt mondom, én is idegen vagyok. De ezért a muzulmánok képviselnek más mentalitás, más értékrendet, amit ellenmond a keresztény értékrendnek. Ez nem baj, hogy van több kultúra az országban. Nem baj, hogy van több vallás. Egyáltalán nem baj. Ez gazdagítja az országot. Gazdagítja a kultúrát. De ez a baj, hogy az iszlám nem gazdagítja az európai kultúrát,
hanem károsítja. Itt a baj. Én nem a másság ellen, ezért szoktak támadni rám interneten és a újságokban, hogy doktorra van a másság ellen. Doktorra van iszlám ellenes. Én nem a másság ellen, hanem ez ellen, hogy olyan értékrend, olyan értékrend ide jön Európába, ami akar busztítani, az európai értékrendet és a kereszténységet. És ez az üzenetet, amit szeretnék átadni önöknek ebben a előadásban. Ha nem fogunk kapaszkodni a kereszténységben, akkor vége lesz. És biztos vagyok benne, hogy 50 év belül, 50 év belül az iszlám fog dominálni Európában. Kell mondanunk hangosan és egyértelműen, itt nem lesznek robbantások, itt nem lesznek készlevágások és nyilvános kivégzések. Itt nem lesz Allahu Akbar és jihad kiáltások. Itt nem lesz burka és hijab és niqab. Röviden szólva, itt nem lesz iszlám. És kell mondanunk hangosan és világosan és egyértelműen, ez a terület, amit Európának szokás nevezni, ez a zsidó keresztény kultúra területe. Aki nem hajlandó, vagy nem képes tudomásul venni, szabadon távozhat. Szabadon távozhat. Vagy mi fogunk kényszeríteni őt a távozásra. Ez kell mondani, ez világosan. Itt nem lesz iszlám. Szoktak mondani, hát kérem, de itt békés muzulmánok vannak. Vannak békés muzulmánok. Ezek a fanatisták, akik csinálnak, amit csinál, ezek fanatisták. Vannak békés muzulmánok. Nem kérem. Ez aljas hazugság. Nincs békés muzulmánok. Nincs. Mutasson nekem. Iszlám közösség, ahol vannak békés muzulmánok. Ahol nem robbantanak, ahol nem ölnek egymást, ahol nem mondnak a keresztényeket, és végeznek a keresztényekkel, akkor esnek egymásnak. Mutasson nekem. Mond nekem, hát vannak békés muzulmánok. Hajtogatnak a médiában, a hivatalos médiában. És a európai vezetők, vajon tettem ezt a kérdést, és szeretnék segítséget kérni önöktől. Valaki segítsen engem. Ha ennyire világos az iszlám kriminális, fasiszta, antiszemita, primitív eszme, akkor vajon az európai vezetők miért nem ismernek be ennyire buták? Nem hiszem. Hiszem világos. Ha buták is, az ember látja minden nap, és tapasztalja minden nap. Hiába mondanak neked az iszlám békés vallás. Ez nem igaz. Békés. Igen, békés. Csak néha robbantanak. Itt, ott, amott. Néha ölnek néhány ezret. De békések. Nagyon békések. Akkor miért a európai vezetők nem ismernek be? Vagy nem hajlandóak beismerni? Valaki tud segíteni engem? Miért a európai vezetők nem ismernek be ezt?
Véleményem szerint három ok miatt. Az első a félelem, a második az érdek, a harmadik a tudatlanság. Megint. A félelem. Egyszer Kairóban beszéltem amerikai, volt a fogadás a követségben, és beszéltem amerikai képviselővel. És beszéltünk hosszú ideig, több mint egy óra. És látszik, hogy a férfi meg van győződve. Férfi egyetérti velem teljes mértékben. És utána, amit mondott, ennyire őszinte, és ennyire megdöbbentő, mondta, hogy tegyünk fel, dr. Rashon, tegyünk fel, hogy amit mond, igaz, és egyetértek magával. Tegyünk fel. De itt van a kereskedelmi kapcsolat Egyesült Államok és a iszlám országok között, 59 ország. Itt van 800 milliárd amerikai dollár évente csak a arab országokkal. Ha fogunk mondani hivatalosan, hogy az iszlám olyan, amilyen, hogy az iszlám támogatja a terrorizmust, hát akkor ennek a kereskedelmi kapcsolatnak vége. És nem vagyunk hajlandó áldozni 800 milliárd amerikai dollárt, emiatt, hogy mondjunk az igazságot. Nem mondjuk. Ennyi. Kettő, a tudatlanság. Ritkán, amikor látom európai vezető, aki ismeri az iszlám igazi arcát. Vagy nem igazi arcát. Olvasta az iszlámot, vagy tudja valami az iszlámról. Ritkán látom, ritkán, sőt, egyet sem nem látom. Nem tudnak az iszlámról semmi. Első dolog, amikor robbantásén állnak és megölnek több 100 embert, első dolog, minden európai vezető kezd hajtogatni ugyanaz eleme, hogy ezek fanatisták, ezek terroristák, a muzulmánok és ez az iszlám ártatlan. Ez nem igaz. Ezért kell mondanom, és kell ismételnom, amit 50 éve mondom. És mondom önöknek ebben a kis közösségben, és remélem a felvételben fog hangzani. Osama bin Laden, Ayman al-Zawahri, Muhammad Atif, محمد عطا ياسين شيخ أبو موسى الزرقاوي أبو بكر البغدادي صلاح عبد السلام ياسر عرفات أزك مند نم ترورشتاك أزك مظلمانك أكيك فيقرا هيتطك بنتشان tisztességesen, amit az iszlám mond. Mit mond az iszlám? Ölj meg, aki másképpen gondolkodik, ölj meg, aki másképpen akar élni, ölj meg főleg, aki másban hisz. Ölj meg, és ők végrehajtottak ezt. Az iszlám, uraim és hölgyeim, újra kitermeli a terrorizmust. Megöltek Oszámát, az amerikaiak mondtak, meg kell ölni Oszámát, meg kell ölni. Jó, rendben, megöltek Oszámát, mi történt? Megszűnt az iszlám terrorizmust? Jött helyette Yasin Sheikh, megöltek Yasin Sheikh. Felbukkant helyett a Szalah Abdesszalám.
Fogtak Salah Abdeszalám, jött helyette Abu Musa Zarkáv, megöltek Abu Musa Zarkáv, jött helyette Yasser Arafat, megdöglött Yasser Arafat. Miért? Ezért az iszlám újra és újra és újra és újra kitermeli a terrorizmust. Végtelenségig. Holnap is fognak felrobbantani. És holnap után, és holnap után, és egy év múlva, és 100 év múlva. Ha nem vagytok hajlandóak felébredni. Hiába beszélek én, aki muzulmán, akik támadnak rám, és fenyegetnek engem, hogy fognak megölni engem, ezért állásfoglalásomért, a tisztességes állásfoglalásomért, és egyetemen telefon ennek egyetemre, hogy ne tanítok tovább, és amikor a tévében hívnak engem, akkor amikor hívnak engem a tévében vagy a rádióban, akkor telefon ennek a tévében, hogy ne hívjátok a dr. Rashwan, ezért ez befolyásolja a kapcsolat Magyarország és a muzulmán országok között. Ez sértegeti a muzulmánokat, és sérti az iszlámot. Akármilyen kritika mondasz az iszlámról, ez sértés az iszlámnak. Ők sértegetnek a keresztényeket, és megölnek a keresztényeket, de ha valaki mond valamit az iszlámról, ami igaz, ami korrekt, ami tárgyalagos, akkor sértegesi a muzulmánokat. Dugoljanak még a muzulmánok. Dögöljenek még a muzulmánok. Én dr. Rashwan Muhammad ismétlem. Ha kritika, ha az igazság, ha a történelmi tények mondása a sértés, akkor dögöljenek meg. A kereszténység, hát ne vicceljetek már, 1927-ben Bertrand Russell, az példa, az egy példa, Bertrand Russell, az angol filozófus, megjelent neki nagyon hosszú tanulmány, vastag tanulmány. Why I am not Christian? Miért nem vagyok keresztény? És élesen támadja a kereszténységet, és támadja ezeket a dogmákat, amit említettem. Senki, se Angliában, se máshova mondta neki, sértegetsz a keresztényeket, és ezért. Miért? Ezért a kereszténység erős, tud bírni a kritikát, sőt, tud bírni. Hát, hány filmben megjelent Jézus, hogy van szexuális kapcsolata Maria Magdalénával, Maria Magdalénával, hány filmben. De a kereszténység, mint olyan vallás, aki csinálta az a fantasztikus transmission, mond neked jó, bírom, szabadon mondd el, mit akarsz. De vele szemben az iszlámot, mivel gyenge, mivel alapja gyenge, nem bírja kritikát, nem bírja. Jézus, aki a keresztények szerint Isten fia, maga az Isten, megjelenik, mint a személy. Akar ki játszik
ezt teszed. Az iszlámban tilos, nem hogy játszani Muhammed szerepét, hanem tilos rajzolni Muhammedot. Vagy egyik barátja, egyik ismerőse, tilos. És ha valaki megtette, meg kell ölni. Ez a különbség, hogy a kereszténység tudta csinálni ezt a fantasztikus lépést. Az iszlámban 1400 éve, és nem sikerült. Ezért, uraim és hölgyeim, szeretnék befejezni, és szeretnék köszönni a türelmüket. És szeretnék természetesen válaszolni a kérdésekre, ha vannak kérdések, hogy az iszlám, mint kriminális, fasiszta, antiszemita primitív eszme, meg kell semmisíteni. És meg fogunk semmisíteni. Az iszlám megsemmisítése, ez szellemi folyamat. Nem akarunk se megölni senkit, mint a muzulmánok, nem fogunk megölni senkit, nem fogunk bántani senkit, hanem ez szellemi folyamat. Kell beszélni őszintén, kell mondani, mi van, kell mondani a történelmi tényeket, és ezzel fontos lépést teszünk ennek érdekében, hogy megsemmisítünk ezt a eszmét. És nem szabad félni, hölgyeim és uraim, nem szabad félni. Az ártatlanság nem fél semmitől és senkitől. És szeretnék befejezni ezt a csodálatos estét ezzel, hogy ahogy a kereszténység mondja, minden elmúlik, ezért nem szabad félni. Mit félsz? Kell mondani az igazságot, és meg kell akadályozni, hogy több muzulmánok jönnek. És szeretnék javasolni a hivatalba lévő miniszter elnöknek minden meccset, minden iszlám központot be kell zárni. Miért? Ezért minden meccset a terrorizmus kiképző tábora. Miért? Mit tanítanak a meccsekben? A Korán. A Korán mond neked harcol. A Korán mond neked ölje keresztényeket. Az Isten tagadókat meg kell ölni. Az Isten káromlókat meg kell ölni. A keresztény, a muzulmán Bibliában Isten káromló. Igaz? Ezt tanítanak. És odána sodálkozunk, kijönni nekünk egy gyerek, és teszi maga körül robbanó anyag, és felrobbantja minket. Sodálkozunk. Hiszen ostobák vagyunk, buták. Mi felháborít engem, hogy európaiak megsemmisítenek az európai kultúrát. Ez a csodálatos kultúra, ami 600 éve most vezeti a világot. Az európaiak megsemmisítenek. Megsemmisítenek mindent, amit építettek. És nem értem. Illetve értem,
De ez nem értem, ez más jelent számomra. A lényeg minden elmúlik. Ezért nem szabad félni. És mindig emlékszem az a csodálatos mondat Gustave Flaubertnek, a francia írónak, amikor mondta, tu s'en va, tu vas, le cul et le cour oubli, minden elmúlik, ahogy a víz elfújik, ahogy a szív felejt. Köszönöm szépen! Ha van kérdés, szívesen hallgatom. Ha nincs kérdés, akkor van valami kérdés? Tessék, barancsolni. Azt kérdezni, hogy ön szerint Angela Merkel megbízója kicsoda? Köszönöm szépen. Angela Merkel megbízója a sátán, illetve a más álneve Soros György. De ez is felveti nagyon fontos kérdés, és ez foglalkoztat engem, hogy vajon az amerikaiak, az amerikaiaknak milyen érdekük, hogy ez a bevándorlás hullám? De gazdasági érdeke, hogy ide jönnek. A más, hogy ez a Soros György az magyar származású ember, és zsidó származású ember. Ez ami nem fér a fejemben, és figyeljetek jól, ezért ez nagyon fontos. És fájfájás fog csinálni önöknek is. Hogy ez zsidó származású magyar ember. És hogy ide jönnek a muzulmánok tömegesen ide jönnek, ez jelent, hogy az antiszemitizmus fog fellángolni. Hiszen mi a muzulmánok születésnél fogva antiszemiták. Ott állunk a zsidókat. És jön zsidó ember, aki ide tömegesen asszisztál, hogy muzulmánok jönnek, és fogtátok látni, 10 év múlva Németországban és egész Európában az antiszemitizmus mennyire fog fellángolni. Ennek köszönhető. És nem értem, hogy a liberálisok, akik támogatnak a bevándorlást, és támogatnak a kvótát. A liberalizmus, igazi liberalizmus a másság mellett, a szabadság mellett, ez a Fodor Gábor, akkor nem értem. Ezek a muzulmánok és az iszlám az bont ellenmond ennek, és mégis támogatnak. Több kérdőjel ebben a ügyben, hogy Soros György miért ezt teszi? Gazdasági érdek? Egyéni gazdasági érdek, vagy egész Amerika, az egész amerikai
multinacionális vállalatok képviseli. Én van több elképzelésem, de most nincs rá idő, csak akartam mondani, hogy több kérdőjel ebben, hogy Soros György miért asszisztál ebben nagyon aktíven, és több milliárd dollár erre költi, biztos van érdek, gazdasági érdek. De mi a gazdasági érdek, hogy ide jön, hogy gyengítenek Európát gazdaságilag, ugyanaz, mint ahogy a mexikaiak, akik 12 millió illegális mexikai át bement Amerikában, gyengítettek az amerikai gazdaságot. Hogy mit? Mit? Valaki tud segíteni? Hogy mit? Akar gyengíteni az európai gazdaságot? Vagy akarnak olcsó munkaerőt? De ezek képzetlenek. Ezek képzetlenek, és kell top 5-6 év eddig meddig tanított, hogy valamit tud csinálni. És az a valami, az nagyon primitív. Nem lesz professzor a számítástechnikában, vagy a filozófiában, hanem valami primitív. A lényeg több kérdés, mint a válasz ebben a ügyben. Na, más kérdés? Akkor köszönjük szépen, és köszönöm ezt a csodálatos estét, és remélem, hogy valami újat mondtam, és remélem, hogy az előadás fog kerülni hamarosan honlap, vagy honlap után a YouTube-ra, és mindenki fog látni. Köszönjük szépen!